Ami miatt ezt a kerekasztalt létrehoztuk, hogy van a gyerekügyesztársaságunk egy honlapja, amely most megpróbált megújulni valamennyire. Például valaki véletlenül ráment a tavalyi kékmaci kupa, amin több részt vett több klinika és gyerekosztály, tudósítások vannak rajta, nem csak szakma van, hanem fiatalokról is van egy-két dolog, de szeretnénk, hogyha sokkal több minden lenne. És azt gondoljuk, hogy ezt nem az idősebb, tapasztaltabb gyerekgyászoknak kéne megmondani, hogy mit szeretnének rajta látni, hanem nektek. Mivel én is voltam ilyen helyzetben, és az ember ilyenkor legszívesebben hátsó sorba ül, és hallgatja, hogy a többiek mit mondanak, ezért tudtuk, hogy valami ösztönöző rendszert ki kell dolgoznunk, hogyha valamit ki akarunk csikarni benneletek, ezért nem tudjuk, hogy mennyire fog bejönni, de hát tizenvalahány masszázs, ami fél óra jár, de ágyas masszázs és negyed óra, tehát összesen azt hiszem 40 perc masszázs kap mindenki, aki hozzászól. Azt gondolom, hogy ezekben a honlapokban lehet, hogy ti tájékozottabbak is vagytok, mint azok, akik jelenleg szerkesztik. És ugye egyből én megkérdeztem a mi fiataljainkat, akik összegyűjtettek pár dolgot, hogy ők mit szeretnének látni. Esetleg, hogyha vannak itt tapasztaltak is, akik még nagyon sok ötletük van, őket is majd meg fogjuk kérdezni, de először a fiataloknak mondjuk a véleményre kíváncsiak. Tehát ha úgy gondoljátok, hogy amiket ők mondtak, egyetértetek, azt is köszönjük. Hát lehet, hogyha csak annyit mondatok, hogy egyetértek, az csak egy negyed masszázs. De hogyha valami új ötletetek is van, bármi, az minimum egy masszázs. Akkor mondanám is az első pontot, ami bennünk felmerül. Például az jutott eszünkbe, hogy a 35 év alattiak közül mindenhonnan, minden kórházból, klinikáról ki lehetne választani valakit, aki éppen az aktuális ottani eseményekről, amiket fontosnak tartatok, beszámolna ezen a honlapon. Mit szóltok ehhez? Mi a honlapnak a célja? Tehát, hogy egy konkrét célt megfogalmazni, és ahhoz keresni eszközöket, mint hogy most kitalálunk konkrét dolgokat, és nem is tudjuk tulajdonképpen, hogy miért csináljuk. Tehát, hogy a honlapnak a célja az, hogy egy szakmai adatbázis, ahol a gyerek kardiológiától kezdve a reumatológiáig mindenféle szakmai információkat lehet megtanulni, vagy egyszerűen az, hogy ez egy olyan portál legyen, amit nagyon sokan látogatnak, és akkor egy naponta, két naponta akkor hírek felkerülnek, mert szerintem csak akkor látogatnak egy portált rendszeresen, hogyha ott tényleg van ismerés, és mindig van valami új információ. Úgyhogy én szívem szerint csak azért mondtam, hogy itt talán így logikus a kezdés, hogy meghatározzuk azt, hogy mi a honlapnak a célja, amire majd kitalálunk valamit. Hát mind a kettő, és jelenleg is ez a mind a két funkciója van, vannak rajta szakmai anyagok. Egyik kérdés az, hogy a szakmai anyagokkal milyen irányba mehetünk el, majd mindjárt mondja az Andrea, erre is vannak ötletek. A másik, hogy egy közösségi oldal legyen. Lehet, hogy a 60-70 éves gyerekgyógyászokat is föl lehetne turbozni, hogy azon cseteljenek. Én azt gondolom, hogy ti vagytok azok, akiknek például nem lövöm le a polintán, az Andrea mondja, a konzulensi rendszer, bármit ki lehetne találni, vagy egyáltalán, hogy tudjatok egymásról, hogy hol mi történik. Bizonyos vizsgálatokat van, ahol végeznek, van, ahol nem, hiszen kongresszuson is előbb is hallottuk, hogy valaki nem tudta, hogy itt-ott milyen vizsgálat van. Lehetne egy olyan fórumot például, nem mondom az ötleteket, Andrea majd mondja, a lényeg az, hogy ez nem akar egy szakbarbár, ez nem akar egy plegykarovat, ez nem akar egy társasági lovat csak lenni, hanem minden együtt. Persze lehet azt mondani, hogy akkor nagyon sokat akarunk, akkor kevés lesz belőle. Mi azt gondoljuk, hogy ez mind hozzátartozik a magyar gyerekgyógyász társadalomhoz, és mi nagyon a ti véleményetekre vagyunk kíváncsiak, mivel azt gondoljuk, hogy az új ötletek tőletek jöhetnek. Nincs korlát. Valójában az a probléma, hogy van a Magyar Gyermekorvosok Társasága. Mint tudjátok, én az előző 8 évben elég aktív voltam benne, mint főtitkár, illetve a társaság elnöke. Most nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy a szűk vezetőséget leszámítva úgy tűnt, hogy senkit nem érdekel a Magyar Gyermekorvosok Társasága. Tehát tulajdonképpen a honlap egy holt honlap volt. Tehát ez csak egy szelete a honlap, mert ugye az sok mindenből összetevődik, de a honlappal kapcsolatosan olyan adatok voltak rajta, ami bárhol elérhető lett volna, olyan irányelvek, amiket ha akarom megnézem, nem annyira fontos dolog. Tehát ennek az egésznek a lényege az, hogy élővé tenni magát a honlapot, meg azt, hogy a tagok, a gyerekgyógyászok igazából úgy tekintsék ezt, hogy mintha a sajátjuk lenne.
Tehát ezért kéne úgy átalakítani, hogy olyan információ legyen rajta, amit most azt mondom, 35 és fél évesek nem tudtunk megtenni, hogy igazából érdekes legyen ez a honlap. Most megpróbáltunk már szociális dolgokat, például ha valaki letölti azt, hogy Szatmári András elmeséli, hogy hogyan készítette fel a gokisokat a Kékmaci kupára való kosárlabda bajnokságra, azt szerintem magában megéri, semmi köze a gyerekgyászathoz, de elég szórakoztató. A meccsekről tudósítások vannak, szakmai anyagok fölkerültek, szakmai ajánlások, tehát próbálunk, már valami megmozdult, de ez még mindig kevés. Tőletek azt várjuk, hogy hátha enyhe célorientáltsággal, igen, olyan ötleteket tudtok mondani, lehet kritizálni is, nem csak én azt mondom, azért várjuk az ötleteket, fél órában nem fér bele, hogy most diagnózis, differenciális terápia, mi most egyből csak a terápiára vagyunk, terápiás ötletekre vagyunk kíváncsiak. Gyerek immunológiás, reumatoidológiai társaságban mindig a megszokott emberek jönnek. Ez nagyon jó lenne, hogyha szélesítetnénk a kört, biztos mindenhol van egy-egy fiatal, aki csatlakozva hozzánk, és minden kis szubspecialitásnak van egy vezetősége. Legyen az ő feladatuk a honlapon megjelentetni az adott rendezvényeinket, tehát akár immunológia, neonatológia vagy bármi, és így toborozni a fiatalokat is. De itt mennyire nem esetleg ki a fiatal gyerekpszichiáter nem társaság, mert az nem egy ilyen szervezet, csak hogy akik érintettek és érdeklődök, mennyire tudnak esetleg becsatlakozni. Én tulajdonképpen azt is, hogy itt vagyok ezen a konferencián, ilyen szerzattal, hogy kicsit nyisson a két szakmai és irányt. A mi ötleteinkben is voltak egyrészt szakmai dolgok, másrészt pedig egy kevésbé formálisabb rész. Tehát a szakmai dolgokból azt gondoltuk, hogy be lehetne esetleg egymásnak mutatni a fórumon keresztül az érdekesebb eseteinket, vagy valóban, amit főorvos úr említett, hogy a meglévő diagnosztikus technikákat, hogy kinek mire van lehetősége, vagy egy adott vizsgálatot melyik kórházban lehet elérni. Illetve gondoltunk egy ilyen konziliális rendszerre is, amiben az adott specialitásnak a tapasztaltabb képviselői adnának tanácsot nekünk fiataloknak egy-egy konkrét problémára. A fiatalok közül vannak olyan bizonyos szakterületen érdeklődő emberek, akkor mint kapcsolattartó, tehát tudnak ezt elősegíteni. Tehát hogy azt mondod, hogy tehát mondjuk aki figyeli az egyéb listserv, mert van egy iszonyú jó gyerekreumatológia listserv, ami angolul van, ahol mindenféle professzorok a világon mindenhonnan írnak, tehát tök mindennapi nyelven egymásnak, meg a fiataloknak. Ott kérdezem el, ez is szabra, hogy például a gyerekimmunológiánál az átlagosnál millió többet tudsz. Például te olyat vállalnál, hogy a honlapunkon meg lehetne adni, nem is a te magánévédedet, csak hogy ott te segítesz abba, hogy amit esetleg te meg tudsz válaszolni, már te megválaszolod, vagy menedzseled a kérdést, vagy valami úgy, hogy utána nézel, vagy valaki olyan náladnál nagyobb tudású ember felé is, mert lehet, hogy nem is biztos feltétlenül egy professzort kéne fölkérni, mert ő nem biztos, hogy erre Tehát lehet, hogy közületnek kéne akkor választani olyan embereket, akik probléma menedzselésben segítenének a nálatok kisebb tudásban. Ezt mondod? Ez másfél masszázs érdekes. És természetesen nem úgy, hogy akkor megoldjuk a problémákat egymás között, hanem megtalálni azt az utat, amivel esetleg, hogyha mi találkoztunk már egy ilyen problémával, akkor hogy lehet ezt megoldani? Vannak már tapasztalataim internetes fórumokkal kapcsolatban, és például felvetődött itt a Facebook, szerintem ott be lehet ágyazni mindenféle dolgot honlapokba, csak egyszerűen, hogyha sokan vannak, annyira struktúrálatlanul ömlik be az információ, hogy nagyon könnyű elveszni, de a fórumoknál pedig, hogyha egy előre megadott struktúra van, akár szakmák szerint, akár probléma megoldás, tehát ilyen kis rovatok szerint, az nagyon jó. Itt szerintem ami nagy energiát igényel, az a moderálás. Tehát egy fórumnak mindig jó, hogyha vannak moderátorai, nem csak úgy mindenki vár ki bármit posztol, és akkor mindenféle kontroll nélkül ott történnek a hozzászólások. Szóval szerintem, hogyha szerveződik valamiféle fórum, akkor mindenféleképpen moderátorok is szükségesek lennének. Az is felmerült itt, amikor beszéltük az osztályon, hogy most hogy legyen ez, hogy mindenki láthatja, hogy valaki egy nagy butaságot kérdez, vagy egy nagy butaságot válaszol, vagy pedig csak ez egy ilyen, azra adjuk lehetőséget, hogy valaki fölkeressen egy ilyen menedzsert, és csak ő láthassa. Nyilván csak regisztrált emberekről van szó, de azon belül is lehet, hogy valaki szégyelli a kérdést.
kérdését, de akkor viszont nem tanul belőle a többi. Tehát azt gondolom, hogy a kérdést föl kéne vállalni, nem? Az lenne ennek a moderátornak vagy mentornak a dolga inkább, hogy amikor eljut egy bizonyos pontra ez a kérdés, akkor ő az, aki behív, mert hiszen ez egy szabadon látogatható weboldal, legalábbis társasági tagoknak, és akkor azt mondja, hogy ír egy rövid e-mailt a Soltész profnak, hogy kedves professzor, figyelj, nagyon izgalmas beszélgetés alakult ki ezen a weboldalon, nagyon kérlek, hogy szólj hozzá, vagy a Mahai Tamásnak, vagy a Balla profnak, vagy valakinek, akik nem fogják, mert nem fog beleférni az életükbe, hogy ezt látogassák. Tehát, hogy ők legyenek, mint mentorok, behívják azokat a tekintélyeket, akiknek soha nem lesz a napi dolguk, hogy ezzel foglalkozzanak. Mit szóltok ehhez? Ennek a fórumnak a posztgraduális képzés az azt szerette, hogy az része kell legyen a posztgraduális képzésnek. Nyilvánvalóan nem, én is azt gondolom. Tehát azt a funkciót, ami egyébként az, hogy milyen a posztgraduális képzésünk, az egy dolog, és ezt javítani kell meg másokon módon. Az a lehetne beszélni, de nem feltétlenül, hogy itt kell mindenféle kérdéseket evidencia szintjén megtárgyalni. Tehát ez a képzésnek a dolga. A nagy ember nem fog ezen részt venni hosszú távon, még a közepesekben sem vagyok nagyon biztos egyébként, hogy ezt úgy moderálja. Egy ilyen fórum a világon mindenhol az adott témához értők vagy érdeklődők, egyszintűek, kicsit különböző szintűek, önkéntes, hozzászólók, és én hogy kezelemcióra érheti bizonyos valamit, vagy egyszer, vagy nem tudom, hogy ennek vannak korlátai. Egy éve forralja körülbelül, hogy a gyerek szívsebészet, gyerek kardiója milyen új honlapot csinál. Szerintem léggyűjteményt feltenni mindig jó, és ezzel nem is kell vitatkozni. De azt gondolom, hogy a szellemiségén kell elgondolkozni az egésznek. Tehát két megoldás van. Van, aki hátradől és megnézi a foci meccset, van, aki meg levegy a pályára és rúgja a bőrt. És azt gondolom, hogy egy önképzőkör jellegű dolgról az, hogy fiatal emberek vannak, tiétek a jövő, itt ti focisztok. És ezért szerintem nem kéne moderálni. Nektek kell csinálni, úgyis az a része meg fog halni, amire nincs energia. És egy év múlva egymásra fogtok nézni, és meg fogjátok nézni, ebből mi működik, mi volt hasznos, mire van igény. Van egy érzelmi része is ennek, láttam, hogy tegnap nagyon jól táncolt a csapat. Itt azért van kommunikáció az emberek között, de tényleg fel lehet tenni akármit, fel lehet tenni érdekes esetet, de lehet szakmai tartalommal töltögetni. Az, hogy meddig élezek, mennyire életképes, mennyire van igény, én nem nagyon sírnék rajta, ha meghal a dolog, viszont nagyon örvendenék neki, hogyha ez működne.